Köszöntöm a nézőket! Mai interjúnk vendége Berecki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese, akivel a tájházak fontosságáról és a múzeum pedagógiáról beszélgetünk. Üdvözlöm! Szép napot kívánok! Szabadtéri Néprajzi Múzeum, azaz skanzen. Definiáljuk ezt először, mert ez Vajdaságban annyira nem elterjedt. 1896-ig kell visszamennünk, vagy még egy néhány évvel korábban, hiszen az európai első skanzenek, azok Észak-Európában születtek, Svédországban Arthur Hazelius volt, aki 1891-ben ezt a műfajt megteremtette Svédországban. A név is onnan származik, a skanzen, és aztán ez Európa többi részén is villám gyorsan elterjedt. Nálunk az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja volt az előkép, de ez még csak egy időszaki kiállítás volt mai kifejezéssel. Azután Budapesten sok-sok elképzelés készült, született, amelyből aztán a valóság az 1960-as évek végén vált valóra, ekkor született meg a skanzen, mégpedig Szentendrén, a Staravodapatak völgyében jelölték ki a területét. Hogy mi is a műfaj? Magyarország kicsinyben mondhatjuk ezt is, Csaplovics János múlt századi, 19. századi tudós szavaival, mégpedig a mi fogalmaink szerint az eredeti helyszínen kiválasztott, felmért, azután lebontott, majd egy új helyszínen, muzeális környezetben az eredeti anyagból, az eredeti technológiával felépített, újra felépített lakóház, gazdasági épület, közösségi épület, amelynek ráadásul a berendezésében eredeti néprajzi tárgyak vannak. Szentendrén a 18. század vége, 19. század az, ami a legtöbb épület bemutatásának az időpontja, de vannak már olyan portáink, lakóépületeink, amelyek a 20. század közepének életvilágát is bemutatják. Mekkora területen kell ezt elképzelnünk? Az alapítás idején ez még 40 hektár körül volt, hosszú idejön keresztül aztán 46 hektárra számítottunk, és most az elmúlt 10 év fejlesztései nyomán már 60 hektáron fogadhatjuk az évi közel több mint 200 ezer látogatót. Ez a 200 ezer látogató, ez főleg magyarországi vagy külföldről is érkeznek? A túlnyomó része magyarországi, de határon túli magyarokkal is találkozunk szép számmal, különösen nagy rendezvényeken, fesztiváljainkon, és német turisták, franciák, kisebb számban japán turisták is látogatnak hozzánk. Mondhatni azt, hogy a több mint 15 évvel ezelőtti események azok azért egy kicsit visszafogták a más földrészekről érkező látogatókat. Itt a bemutatnak ugye minden olyan hagyományos technikát, hagyományos építkezési módot, tárgyakat, amit ma már nem használunk lényegében. Nagyon sok kézműves is jár hozzánk. Éppen tegnap előtt szombaton, vasárnap volt a Mártonnapi rendezvényünk, és nem csak az újbort lehetett megkóstolni, hanem hagyományos mesterségekkel is lehetett barátkozni, ismerkedni. Különösen a gyerekek örültek annak, hogy krumplipuskát készíthettek, de a háziasszonyok azért a lútkenőtollnak is örültek. Mindig ennyire aktuálisan kapcsolódnak valamilyen hagyományhoz, mint mondjuk a Mártonnapihoz? Több szintje van, és több rétege van a programjainknak. Az egyik az, amit minden nap bárki, aki eljön a múzeumba, láthat és megtapasztalhat. Ebben is vannak bemutatók. Aztán vannak a hétvégi rendezvények, ezeket úgy hívjuk, hogy szombati szöszmötölés, régi módi vasárnap. Ilyenkor például beindítjuk a vízi malmunkat minden meghatározott órában. De bizonyos mesterségeket el lehet ilyenkor is, meg lehet inkább ismerni. Aztán vannak tanfolyamaink, különösen kedvelik azokat a tanfolyamokat, amelyeket mostanában indítottunk, és praktikus tudást lehet elsajátítani. Tulajdonképpen a mi küldetésünk az is, hogy nem csak a régi épületeket, nem csak a régi településképet mutatjuk meg, nem csak arról szól a mi múzeumunk, hogy megőrzünk olyasmit, akár rezervátumként, ami visszavonhatatlanul elmúlt, hanem azt is szeretnénk megmutatni a látogatóinknak, a kedvelőinknek, hogy hogyan lehet a hagyományos falusi tudást a mai világban hasznosítani. Nyilván nem mindent, mert nem biztos, hogy mindenki tud kemencét építeni, de az, hogy egy jó ízű kenyeret meg tudjon sütni egy mai fiatalasszony, ez nem lehetetlen, és ezt a tudást
jó megszerezni nálunk. Mennyire vagyunk egyébként tisztában, vagy a mai kor embere mennyire van tisztában ezekkel a hagyományokkal? Mit tudunk, és mi az, amit mondjuk elmegy valaki a skanzenbe, és ott tanulhat meg, hogy ez nem is úgy van? Nagyon nagyok a különbségek. Ma most egy kutatásunk, rendszeresen járunk a kollégákkal, építészekkel, néprajzosokkal Erdélyben. És a Székelyföldön is nagyon gyors a változás, homorodalmás, kedvelt kutatópontunk, de nagyon sok minden a hagyományos világból még természetes. Egy ott felnövekvő gyereknek természetes, hogy kihajtják a legelőre a teheneket, este behajtják, megfejik a tehenet, sajtot készítenek. Ugyanakkor azoknak a gyerekeknek, vagy már fiatal felnőtteknek is, akik Magyarországon egy paneldzsungelben nőttek föl, és már felnőtt kort éltek, és már a nagyszüleik is legfeljebb kockaházban élték le az életük nagyobb részét, ez mind új és ismeretlen is, akár szokatlan is lehet. Most Erdélyt említette, egyébként milyen a kapcsolatuk a határon túli magyarsággal? Az, hogy most itt vagyok, Szabadkán, ez is azt gondolom, hogy része annak a figyelemnek és kölcsönös érdeklődésnek, amelyet mi magunk is a múzeumi dolgozóként tanúsítunk a határon túli magyarság iránt. 1998 volt az az év, amikor a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egy új alapítókiratot kapott. Ettől kezdve volt lehetőségünk arra, hogy a határon túli magyarság körében is kutassunk. Természetesen ezt mindig az ott élő kollégák, múzeumi szakemberekkel együttműködésben tesszük, és ez így van most Erdélyben is. Lehetséges esetleg egy vajdaságház, vagy egy vajdaság kiállítás a skanzenben? Van egy elképzelésünk. Akkor, amikor az 1970-es években megszületett a telepítési koncepciója a múzeumnak, a múzeum akkori vezetése az akkori politikai körülmények, viszonyok között természetesen nem gondolkodhatott másban, mint a mai Magyarország határain belüli kultúra bemutatásban. És ez a koncepció szakmai szempontból ma is megállja a helyét. Településképet mutatunk be, az ország különböző néprajzi tájegységeit jelenítjük meg. Ugyanakkor már az elmúlt másfél évtizedben az is látható volt, hogy ez magában kevés. És dolgozunk azon, hogy a határon túli magyarság is megjelenhessen a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ez a pálya nem könnyű, és az eredmények már elkezdtek persze jönni, hiszen éppen a tavalyi esztendőben, 2010-ben nyitottuk meg az Észak-Magyarországi falu tájegységünket, ahol van egy épületünk, egy gömöri kisnemesi lakóház, ami Nemes Radnótról származik, ez ma Szlovákia területén található, de ma is jelentős magyar népessége van, és nagyon szívmelengető volt a megnyitó napja is, amikor a Nemes Radnótiak egy autóbusszal jöttek el megnézni, hogy hová is került az épületük. Nagyon fontos ebben, hogy mi csak olyan épületeket telepítünk át, amelyek az eredeti helyszínen már nem őrizhetők meg. Tehát az elsődleges megőrzés minden esetben a helyben megőrzés. És viszont úgy gondoljuk, hogy ha ez már nem megy, akkor még mindig van egy utolsó lehetőség, ez az, hogy nálunk Szentendrén felépüljön újra a ház, és utána pedig van egy visszacsatolási folyamat. Akkor, amikor a kibocsátó település lakossága eljön hozzánk, az egykori háztulajdonosok elhozzák az unokáikat, akkor más lesz az értéke annak, amit egyébként lehet, hogy csak eldózeroltak volna. Ön a Magyar Tájház Szövetség elnöke is. Így van. Hány tagjuk van, hány tájház van Magyarországon? 2002-ben született meg a szervezet, tehát jövőre már egy 10 éves jubileumot fogunk ünnepelni. 140 tájház jogi tagként tagja a szervezetnek, és több mint 100 egyéni tagunk is van. Miközben Magyarországon becsléseink szerint 300-350 körüli a tájházaknak a száma, ebből mintegy 180 az, amelyiknek muzeális intézményként is működési engedélye van.
Tehát sokan vagyunk már, hál' Istennek, de még várjuk azokat, akik csatlakoznak hozzánk. Viszont nagy gondot fordítunk már az alapítás kezdete óta, hogy egyrészt Magyarországon a magyarországi nemzetiségek tájházi kezdeményezéseit, működését segítsük. Így különösen erős ez például a hazai németség körében, de a szlovák tájházaknak is nagyon szép, gazdag hálózata van. Emellett például horvát tájházak is vannak Magyarországon, román tájházak is, ruszin tájház is. Ezen túl nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a mai Magyarország határain túli területek, magyar vonatkozású tájházai, üzemeltető, működtető, magánemberekkel, intézményekkel, múzeumokkal is kapcsolatban legyünk. Van elnökségi tagunk, aki a szlovákiai tájházakat fogja össze. Rendszeresen járunk különösen a Parciumba, ahol több nagyon jó tájház van, és egy évben legalább egyszer vagy kétszer ide a Vajdaságba is el szoktunk látogatni. Ez a 350 tájház, ez nem sok? Vagy mikortól lehet telítetnek nevezni ezt a területet? Sokan mondják azt is Magyarországon, hogy sok a múzeum és sok a muzeális intézmény, mert hogy nehéz őket fenntartani, sokba kerülnek, és így tovább. Akkor, amikor nincsen gazdája egy épületnek, nincsen gazdája egy gyűjteménynek, mert a település elnéptelenedett, a megyei múzeumi szervezet költségvetéséből már nem futja az adott épület tetőfedésére, akkor ezek pusztulásnak indulnak óhatatlanul. És akkor valóban túl sok. Viszont mi azt látjuk, hogy azokon a helyeken, ahol egy közösség számára fontos az, hogy ne csak létrehozzon, hanem utána élettel is megtöltsön egy tájházat, akkor mindenképpen van létjogosultsága annak, hogy segítsük azt, hogy szakszerűen állítsák helyre, hogy megfelelő szakmailag is jó legyen a berendezésük, és ráadásul olyan programokat valósítsanak meg benne, amellyel egyrészt a település és a környék lakói megismerik a helyi kultúrájukat, a saját örökségüket, másrészt ezeknek az elemeit, rendszerét vissza tudják tanulni is akár, mert sok helyen már erre is szükség van. És ilyenkor, ha ez a közösség megszületik, és fontosnak tartja, hogy az identitásának megőrzésében a tájház szerepet kapjon, gondoljunk arra, hogy egy csomó faluban már nincsen iskola, busszal járnak, vonattal járnak, két-három falu valódébb. Művelődési ház vagy van, vagy nincs, mozgókönyvtár esetleg van, sokszor bolt is alig, és amikor már a kocsmát is bezárják, akkor bizony azt lehet mondani, hogy ide miért is jön valaki. Most, ha van egy tájház, és abban bizonyos funkciók a berendezésen kívül is megjelenhetnek, akár a helyi nyugdíjas klub, vagy a kézimunkakör tagjai ott helyet találnak, és otthonuknak érzik, és gondozzák, és figyelnek rá, hogy tavasszal kimossák a függönyöket, és egy finom bélessel odahívják egy ünnepen a falu lakóit, akkor ennek az épületnek és a berendezésének helye van a falu jövője szempontjából is. Hogy lehet tájházat nyitni? Mondjuk valaki itt Vajdaságon, én tudok egy ilyen épületet, én tudok embereket, akik oda segítenének. Mi kell ehhez? Itt a Vajdaságban is találkozunk sokféle kezdeményezéssel, és ezeket a magunk lehetőségeivel segítjük. A Vajdasági Magyar Folklór Központ munkáját jól ismerjük, évek óta a meghívásokra rendszeresen jövünk ide. Regionális tájházi találkozókat szerveznek azok számára, akik úgy gondolják, hogy valamit elkezdtek, valamit szeretnének, de még nem tudnak hozzá eleget. Természetesen ez nem lehet egy iskolarendszerű képzés, mert ugye az egyetemen is a néprajzot magát 5 évig tanulja az ember, és mikor kijön, akkor kezdi el igazán az életben elsajátítani hozzá szükséges tudást. Tavaly előtt volt egy Tájházi Akadémia című képzési programunk, egy 60 órás tanfolyamot valósítottunk meg, ehhez készítettünk egy oktatási anyagot, amit CD-n megkaptak a résztvevők. Hogyan készítsék el, hogyan tegyék rendbe az épületet, hogy ne használjanak cementes vakolatot, oldják meg a vízelvezetést, világítást miképpen lehet megoldani, hogy az ne ordítson, hogy vadonatújat építenek bele, a tüzelőberendezést hogyan lehet rekonstruálni, hogyan lehet összeválogatni a falusiak által összeadott tárgyakból egy hiteles enteriőrt például.
hogyan lehet egy tájház programjainak a kommunikációját megvalósítani. Tehát sok-sok téma van, és úgy gondoljuk, hogy aki akar tanulni, azt segítjük abban, hogy elsajátítsa ezeket. De hadd mondjak egy hazai itteni nevet még, Raj Rózsán és Nagy Istvánon kívül, ez pedig Schilling Léda, aki néprajzot végzett Budapesten, és nagyon sokat tett már egyetemi hallgatóként is, hogy a Budapesti Egyetem néprajzos diákja jöjjenek ide, leltározzák be a gyűjteményt, a muzeológiai tudásukat ők is gyarapítsák, de mondjuk egy leltározással, rendbetétellel megint csak a szakszerűséget erősítsék egy tájházban. Nagyon hosszú és rögös ez az út egyébként. Rengeteg buktató van benne, vannak olyanok, akik ezt úgy messziről nézik, és azt mondják, hogy te mit is csináltok, ti miért is csináljátok. De én hiszek abban, hogy egymás segítésével, a jó példáknak a megismertetésével, adaptálásával, hozzáigazításával és a helyi erőknek a bevonásával nem feltétlenül látványos, de szakmailag is jó eredmények születhetnek. Mondta itt a néprajzosokat, mennyire megbecsültek ők Magyarországon? Én Magyarországon jártam iskolába, és az egyik osztálytársnőm néprajz szakra iratkozott. Mindenki mondta, hogy hát ez ilyen fogsz halni, tehát hogy itt nem lehet. Nem könnyű a kérdés. Amikor én kezdtem az egyetemet, akkor az én édesanyám is megkérdezte, hogy hát kislányom, miért akarsz te néprajzos lenni, nem is tudsz te rajzolni? Persze, hát nyilván nagyon sokan keveset tudnak erről, hogy mit is csinál a néprajzos. Az is biztos, hogy a képzési rendszer nem mindig kedvez annak, hogy elmélyült tudást szerezzen valaki, aki beiratkozik a néprajzszakra. Most a bolonyai rendszerben ez talán még inkább nehézé vált. Én azt gondolom, hogy megint csak nem azt kell számolni, hogy sok-e a néprajzszakot végzett hallgató vagy kevés, hanem azt kell megnézni, hogy mit kap egy diák. Tehát, hogyha valaki elvégez egy néprajzszakot, és utána elmegy egy művelődési házba dolgozni, akár könyvtáros lesz. Tehát nem feltétlenül tudós múzeológus lesz belőle, mert abból bizony limitált helyek vannak, ezek most még csökkennek is ráadásul, akkor is megtalálhatja a helyét, és megtalálhatja annak a tudásnak a jó alkalmazását, amit ő a néprajzszakon elsajátított. Van egy kiváló kolléganőnk, szintén a Budapesti Egyetemen végzett, Baksa Brigittának hívják, ő Mendén általános iskolában tanít. És a Nemzeti Alaptantervben, a Hon és Népismeret oktatásában, 5. és 6. osztályban készített egy szenzációs oktatási programot, amit a gyakorlatban a mendei önkormányzat segítségével ott az iskolában tanít. Most már nem csak egyedül, oda viszi gyakorlatra a néprajzos hallgatókat. Tehát hozzájárul ahhoz, hogy akkor, amikor egy paraszti világ gyökeresen eltűnik, vagy megváltozik, nagyon erőteljesen megváltozik, akkor azért még hozzá tartozik a műveltségünkhöz, hogy megismerjük, megkülönböztessük a búzát a rostól, vagy a szénát a szalmától. Mondhatnék más példát is. Egyre több olyan tudás nincs már bent a köztudatban, amit lehet, hogy a néprajzos módszereivel lehet visszavinni. Mik ezek a módszerek? Hogy lehet érdekessé tenni egy általános iskolás gyereknek, vagy egy középiskolás gyereknek ezeket a dolgokat, amik igazából nem érdeklik, mert a diákokat általában nem érdeklik a múzeumok, nem érdekli a falu, nem érdekli a paraszti világ? Jó és érdekes kiállításokat és programokat kell csinálni. Meg kell tanulni a muzeológusnak is, és a múzeumpedagógusnak is azon a nyelven szólni, amit a diák megért. És vannak egészen egyszerű ötletek például. Itt a kukorica jelentőségéről talán nem kell beszélnem a gazdálkodásban, de bizony Magyarországon talán a 20 évvel ezelőtt gyerekeskedő számára volt természetes, ő még tudta talán, hogy mi az, hogy kukorica morzsoló, vagy mi az a kukorica csutka, és azzal mi mindent lehet csinálni. Néhány évvel ezelőtt csináltunk egy kiállítás sorozatot, és ebben volt a gyerek játszóban kukoricamorzsolás, lehetett csutkavárat építeni, csutkaökröt készíteni, és ezek már olyan különlegességek voltak a mi látogatóink számára, amelyek ettől váltak érdekessé. Természetesen
azt is tudjuk, és nem vagyunk naívak, hogy az a fiatal, aki a napjának a túlnyomó részét a számítógép előtt tölti már, az másképpen gondolkodik, őt nem biztos, hogy a csutkavár építéssel lehet megnyerni. De épp a napokban láttam már most már többedik alkalommal, megint csak egy erdélyi példát hadd hozzak, vagyis Mezőségit, ott készítettek egy webkastély, indítottak egy webkastély című vetélkedőt fiataloknak. Erdély pusztulóban lévő kastélyaira hívják fel a figyelmet a web lehetőségeivel, és hát én is kapom nap mint nap az e-maileket, hogy szavazzak rájuk, és közben megnézem, hogy ők mit csinálnak, hogyan gondolkodnak az adott műemlékről, hogyan keresik fel az öregeket, szinte búvárkodás ez a verseny keretein belül. És az látszik ezeken a fiatalokon is, nem 10 évesek, hanem 16-18 évesek. Tehát igazándiból az a kamasz korosztály, akit múzeumlátogatónak szinte a legnehezebb megnyerni, hogy szívvel lélekkel csinálják. Ön számos könyvet is írt a múzeumpedagógiáról. A tanárok ezt hogy fogadják? A tanárok mennyire fogékonyak ezekre a képzésekre, vagy akár ezekre a műhely munkákra? Inkább pontosítanám, tehát amit mi most Szentendrén csinálunk a Múzeumot Mindenkinek program keretében, és van most már egy 11 kötetes könyvsorozatunk, annak én szerkesztője, társszerkesztője vagyok. Amit a program lehetővé tesz nekünk, és ezt az Európai Uniós támogatással csináljuk, hogy számos képzést indítunk. Ezek 30-60-120 órás képzések, amelyekkel felhívjuk a figyelmet a pedagógusok számára, hogy hogyan is lehet közelebb hozni a múzeumok nyújtotta tudást, de elhívjuk a saját múzeumi kollégáinkat, szakembereinket is ezekre a képzésekre, és őnekik is megmutatjuk azt a legjobb példákkal, hogy hogyan lehet közelebb jutni az iskolás korosztályhoz, hogyan lehet megnyerni a pedagógusokat. Tehát a lényeg az, hogy találkozzon ez a két nagyon fontos, a társadalom számára nagyon fontos réteg, és emellett a program keretében végeztünk olyan alapkutatásokat, amelyek módszertani segítséget nyújtanak. Közreadjuk a képzéseinken részt vett felnőtt hallgatóknak a legjobb dolgozatait, záró dolgozatait. Megint csak a jó példa erejével próbálunk utat mutatni, lehetőségeket felvillantani az érdeklődők számára. Ez a Múzeumok Mindenkinek program honlapján elérhető, ingyenesen letölthetőek regisztráció alapján a kiadványaink a mok.múzeumokmindenkinek.hu oldalról. Van egy koordinátori hálózatunk például, ugyancsak a program keretében alakítottuk ezt ki, és a megyei múzeumi szervezetekben dolgozó múzeumi kollégák, azok, akik önállóan is programokat szerveznek, információs napokat, múzeumpedagógiai évnyitót, tehát a személyes kapcsolatteremtés eszközeivel is élnek. És úgy gondolom, hogy ha megmaradnak a múzeumok, és reméljük, hogy megmaradnak a mostani nehéz körülmények ellenére is, akkor egy új szemlélettel, új módszertannal sokkal közelebb tudnak jutni az emberekhez, és le tudjuk vetni azt a képet a múzeumokról, azt a köntöst, hogy egy múzeum az csak poros és csak unalmas lehet. Ezek szerint a múzeumoknak és a tájházaknak is van jövője. Különben nem is lenne érdemes élnünk, azt gondolom. Nagyon nehéz, tehát nem egyszerű megtalálni a mostani megnehezedett pénzügyi lehetőségek és a pályázati források beszűkülésének az időszakában a kitörési pontokat, de én bízom benne, hogy letettük azokat az alapköveket, amelyekre lehet építkezni. Lehet, hogy lassabban fogunk a következő 3-4-5 évben haladni, mint amilyen eredményeket visszatekintve az elmúlt 10 esztendőben elértünk. De ha ezt a fiatal pedagógus, múzeumi szakember generációt meg tudjuk fogni, meg tudjuk nyerni, akkor azt gondolom, hogy a módszertani megújulással van esélyünk a jövőre. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést! Nézőség. Nézőknek köszönöm a figyelmet. Berecki Ibolyával beszélgettünk a múzeumpedagógiáról és a tájházakról. Viszontlátásra!